A 23. debreceni tavaszi tárlatban vagyunk. Ennek a tárlatnak az a jellemzője, hogy a Hajdú-Bihar megyében élő hivatásos képző és iparművészeknek a évi rendszerességű bemutatkozási fóruma. Második éve már, hogy bevezettünk egy új gyakorlatot, frissítő szándékkal a fiatalokat a képzőművészeti egyetem, iparművészeti egyetem és más felsőoktatási intézmények hallgatóitól is várunk munkákat. Ott egy előszűrőn mennek át a munkák, és amelyeket a zsűri úgy ítél meg, bekerülhetnek a kiállítás anyagába. Ez olyannyira jól sikerült, hogy az idei fődíjas is a minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériumának fődíját egy képzőművészeti egyetemi hallgató, Györfi Ádám szobrász hallgató nyerte. Talán véletlen, hogy tavaly szintén egy egyetemi hallgató nyerte a EMMI fődíját. A további díjakat a Debrecen városa, a megyei önkormányzat, mi a szervezők, a Főnix rendezvényszervező és még egy-két magán cég művészellátó galériák adják. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotók, ugye a fődíjas Györfi Ádám fiatal szobrászművész, Bogdándi György festőművész, ő az idős nemzedékből 80 fölött van már, Varga Tamás fotóművész, Kányási Hold Margit iparművész, Durucskó Zsolt grafikus művész és Zimányi Alajos grafikus művész, valamint Rékasi Attila fotográfus kapták a díjakat. Egy hónapig látható, április 6-án vasárnap este zárunk.